Kitört deszkák, hiányos palánk, fűvel benőtt csalak, így festettek szerda reggel az Ifjúság körút 31-35 szám mögötti retro focipályák. Az elhanyagolt terület most új köntöst kap, úgyhogy megmarad a sportos jellege, hiszen szabadtéri kondiparkot építenek az egyik pálya helyére. A látvány tervet mutatja a kamerának Radnóti Ákos, sportért is felelős alpolgármester, aki a terület önkormányzati képviselője is egyben. A városvezető örül, hogy ismét bővülhetnek Adiváros sportolási lehetőségei. Itt van két rossz állapotú futballpálya, ami lényegében használaton kívül van. Évek óta terveztem, hogy valamit kezdjünk ezzel. Nagyon sok sportos fejlesztés volt Adivárosban, amit megcsináltunk, tehát a Barátságpark nem messze van innen. Itt tehát egy aszfaltos focipálya nem messze, szintén felújítottuk a tó melletti pályát, az rekordtemburkolatot kapott esti megvilágítással, illetve egy streetball pálya is felépült, és hát nemrég a Mórában is rekordtemburkolatú kézilabda pálya lett, de ezt szeretnénk folytatni, úgyhogy most erre volt egy lehetőség, hál' Istennek sikeres pályázat révén. Központi forrásokból megvalósulhat egy kültéri fitnesspark. Azt gondolom, hogy nagyon jó helyen vagyunk, hiszen nem messze, itt 10 emeletesek vannak, itt mellette pedig az Ifjúság körüli házak folyamatosan nagyon sok lakóval, és azt gondolom, hogy lesz rá igény. Szerda reggel munkában a markoló könnyedén szedi ki az egykor szebb napokat látott salakos pálya palánkját a munkagép. Radnóti Ákos azt mondta, ha az időjárás megfelelő lesz, akár 2-3 héten belül elkészülhet a kültéri fitness park. Elindulnak most a bontási munkálatok a mai nap, itt a régi rossz kerítés elemeket eltávolítják, a salakos régi rossz talajt is felszedik, és utána kerül sor. Ugye alapozási munkálatok lesznek, itt is lesz egy rekordtámbulkat, és arra kerülnek rá ezek a kültéri fitness elemek, lesz majd egy tábla is, hogy kell használni ezeket az eszközöket. Én azt gondolom, hogy ha az időjárás szerencsés lesz, és nem lesznek olyan fagyok, akkor 2-3 héten belül meg tud valósulni. A lakók türelmét kérem, nyilván adott esetben kis zajjal fog járni ez a munka, de azt gondolom, hogy utána egy remek kikapcsolódási lehetőség lesz. Az alpolgármester hozzátette, nem csupán itt Adivárosban, hanem Marcalvárosban és Szabadhegyen is lesz ilyen létesítmény. Ezeken a helyszíneken is hamarosan elindulnak a kivitelezési munkák.